Oké, elég vaskosnak tűnsz. Nem tudom, hogy fogok neked ártani. Nagy is vagy. Erősnek is tűnsz. Ijesztően visítasz. Na jól van, lássuk csak. Tűzálló vagy? Nem tudom. Ajaj. Oké, meg fogjuk ezt tölni, nem lesz semmi baj. Időbe fog telni. De nem lesz olyan vészes. Tipikus az az ellenség, akit gurulásokkal szerintem könnyen ki lehet hárítani. Persze azért tudni kell, hogy mit csinálsz. Most viszont én nem, azt nem tudom, hogy ő mit csinál. Ó. Abba hagynád, kölyök. Oké, ez itt. Rosszabb is lehetett volna. Faszom beléd. Na jó van. Töltsünk ki hátat. Az lehet, hogy ilyen második próbás lesz. Majd meglátjuk, ha... Most már többet nem szabadna sérülnem, mondom, amint megsérülök picsában. És csak abban megdöglöttem, hogy elrugaszkodod. Rendben, azt kell mondanom, hogy igazából nem egy vészes ellenség. Lehet, hogy eljutni hozzá vészesebb lesz. Ja, igazából szerintem vészesebb lesz eljutni hozzá. Na, se baj, majd elfutok. Majd elfutok inkább. Hogy felpofosztom szegény. Olyan hardbirdes anya szomorítva, most már muszáj megküzdenem mi. Oké, nem kéne nagyon megsérülnöm, ameddig odaérünk. Persze, kb. Egy HP-val él itt túl. Fú, mit csoda, hogy én nem sérültem meg. Na jó, ezért kell visszaküldeni a liftet, srácok. Ha meghalunk, akkor ne kelljen várni, haver. Na jól van, gyertek csak mind. Nem ismersz jönni már mi? Megint visszanyertem egy esztus, de nem tudom, hogy miért. Oké, átlírojozzak itt az összes között. Vagy inkább óvatosan menjek, nem tudom eldönteni, hogy melyik lehet a jobb taktika. Mert nincsen kedvem ezekkel a lovagokkal újra megküzdeni. Ja, szerintem én csak itt gyorsan átfutok. Nincs ezzel baj. Na, gyere, te seggfej. Második kör. Remélem az utolsó is. Valamiért ez egy olyan bassz, akinek a közelében akarok maradni. Alatta biztonságban érzem magam.
Ja, már is egy jobb kezdést vittem végbe, létszín nem. Abba hagynád, haver. Ha mégis elérne, akkor át gurulok rajta. Oké, ez itt most nem tudom, hogy mi folyik itt. De ez a fenék fantasztikus. És inkább nem voltam kapzsi, inkább ittem egy esztuszt. Ez az átfutós támadás elég köcsögös. Mögé lehet futni vajon ilyenkor? Még szép. Azért a staminára vigyázni. Ó, bazd meg! Ja. Se baj. Három a magyar igazság, nem? Na, adiós. Légy szín, ne ugorj majd a fejemre. Legalább gyorsan lehet jutni hozzám. És én lehet valóban nem is foglalkozok itt ellenségekkel. Totál felesleges. Ezekkel itt még talán kéne, de igazából ez se olyan rohadt fontos. Nagyon loholnak utánam. Fasz fejű! Te egy másik rohadék. Basszátok meg. Na jól van, most sem értelek, jobban fognak menni a dolgok. Egy esztusszal kevesebbel kezdek. Aztán egy picit kellemetlen. Tartsuk meg akkor egy ideig a tisztes távolságot. És néha az is elég, hogyha csak egyet-egyet ütök be nekünk. Á, inkább három kisebb támadáshoz sokkal többet sebez. Szóval azt sokkal, hogy ilyen frostbite szarságokat csináljon rá, mert nem tudom, hogy mi történik ilyenkor. Hogy basznál meg a kurva annyit. Inkább ígyunk egyet. Hát, hogy használom kéne valami stamina boostert, mert az egy per pillanat nem túl jó, amit, ahogy állunk stamina ügyileg. Oké. Okay. Végig se tudta csinálni. Vagy egész frankon. Azért csak óvatosan. Bassz meg. Futkározhatna megint, mert életet kéne töltenem. Rendben. Csak óvatosan. Nos, ja, pont ezt kimentem. Már nem is szeretném, hogy csináld. De se baj. Még egy vágás? Mondom én, hogy három a magyar igazság, srácok. Soul of Boreal Valley Warded. Szép név. Ember Restored. Nyílik a kapu, haver, vagy záródik? Praise the I did it! Franco.
Nem biztos, hogy még haza kell menni. Szívesen nyúlózgatok még én itt. Fine work, köszönöm szépen. Peer over the cliff and hold the banner. Ezt egy random játékos írta, vagy nem ezt a játék írta? És ezt most így látja valaki? Vagy pontosabban érdekel valakit? Valakit érdekel? Ó, még több ismerős arc meg a Dark Souls 1-ből. Jó kis a Orlando utazás. Vajon megcsináltam gyakorlatilag mindent abban a zónában? Előzőben nem tudom eldönteni. Na mindegy, inkább menjünk haza. Lépjünk azért szintet. Meg talán még pakolhatok egy upgrade-et ebbe a kardba. De először inkább mérjük fel a helyzetet, hogy mi a szitu. Szeretnék egy pajzsot használni, melyik az a pajzs? Esküszöm, hogy volt egy jobb pajzsunk. Ja, kard helyen próbálkozok. Én buta. Na jó, ez egy fogjuk rá egy jobb kard. 18 strength kéne hozzá. Welcome, House Speaker. Very well, then talk Hagen. És nem tudom, hogy hol tartunk per pillanat. Na jó, akkor ezt tudja. Most még csak ezt az egy szintet lépném. Farewell, Ashen Blade. És még van egy ígyunk, arról se feledkezzünk meg. 14 dexterity. Azt hiszem 13 dexterity, vagy csak 10. Very well, then talk Hagen. Na jól van. És nekünk mennyi dexterity kell? Mindegy, most te benyomom az utolsó szintünket, amit tudok. Tizennégy kell. Nem para, megoldom én. Az így az kelleni fog. Hát jó, amigo. És akkor még ezt a mostani kardunkat fejlesztjük még egyszer, amíg nem találunk valami jobbat. De csak is addig, ameddig nem találunk jobbat. És most már tudom ezeket a pajzsokat használni. Nem sokkal nehezebb, szerintem én nem fogunk gurulni. Ja, még ugyanúgy gurulunk. Fetrolról még szó sincs. Nagyobb is a pajzsunk. Franco. Kimenjek próbálkozni azzal az anyaszomorítóval? Á, nem. Na most egy kicsit érzem magamban, nem tudom. Még ezzel is lehet perrizni. Azt hittem, hogy merre kell menni. Max elmenekülök, hogyha olyan szar lesz a helyzet. Nekem 8. Ha egyáltalán kijutok valahol. Nem tudom, miért ilyen nehéz dolog kijutni.